Jófából kisvágom anyát. A szabadság és a haza védelme, erről szól a népdal a Siklósi várudvarán. Itt emlékezett a város az 1848-49-es hősökre. Éppen a szabadság védelme kiharcolása az, amiben ma is helyt kell állnunk, mondta a polgármester. Az elmúlt 4-5 évben azért azt a fajta a kis környezetünkben nézett, kisvárosi szinten nézett egységet, civil közösségeinkkel, egyesületeinkkel, azt a fajta alkotási szabadságot, amire vágytak akkor a 48-asok, azt gondolom, hogy itt nálunk is Siklóson megvolt, csak egész egyszerűen nem kaptak teret. Tehát azt a fajta szabadságot sikerült nekünk, és azt a fajta egységet sikerült nekünk helyreállítani, amire nagyon régóta vágyott mindenki. Az ünnepi műsor is a helyiek alkotói szabadságát dicséri. Ezt a városi ünnepséget megint csak a Siklósi Hagyományőrző Egyesület rakta össze. Az ő elméletük, az ő elképzeléseik szerint díszítették föl a helyszínt, és találták ki a menetrendet. Hála jó Istennek már vannak olyan egyesületeink, akik elkezdtek ebben mozogni, aktívak lenni, gondolkodni, és nem kell ezt a város vezetésének, a város vezetőinek szervezni. Ez szerintem önmagában egy óriási dolog, hogy elmertek indulni, azt gondolják, hogy van annyi mozgásterük, van annyi szabadságuk, hogy ebben a kisvárosban ők is magukénak érezzék ezeket az ünnepeket. Ez a lényege az együttműködésüknek, mondja a település vezető. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk, a magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Háborús időket élünk, de helyben vagy az országban, a mindennapi életünkben ezt nem érezzük meg. Ez egy fontos eredmény a polgármester szerint, amit meg kell becsülnünk. Ezt nagyon hajlamosak vagyunk elfelejteni, én azt gondolom, hogy ezt mindig az embereknek fel kell hozni, felszínen kell tartani, mindig az emlékezetükbe kell vésni, és igenis értékelnünk kell azokat az alaptéziseket, azokat a mindennapi kis apróságokat, amitől a mi életünk egy békés, nyugodt élet. Siklóson is így éljük meg, egy vidéki kisvárosban élünk, feldíszítettük ugyanúgy a városunk közterületeit, ahogy feldíszítettük ma szívünket és a ruháinkat. Nemzeti színben pompázik gyakorlatilag minden. Az ünnepség koszorúzással ért véget. Batthyány Kázmérre, a Szemere kormány külügyi feladatokkal is megbízott miniszterére emlékeztek, akinek földi maradványait a siklósi vár kápolnájában helyezték el a családi kriptában.